Meg is állt a képbe, mert iszonyat ész of space, úgyhogy el is tartul most már a Bártosi György emlékverseny handicap. A startot követően pedig Szerencse Lovak színeit ütnek fel a frontban. Szerencse Lovak, Stormatic és Zorro triója diktálják a tempót. Zorroval gyorsít, úgy látom, Dragan Lazarev is, és könnyen lehet, hogy ő lesz majd az, aki átveheti a kanyarban Szerencse Lovaktól a vezetés. Stormatic mögött bent a falon jön Merison sötétkék sapkában, Nagy Tamás, aztán jön a két favorit, Livi, valamint Like the Sea, a sor végén pedig Ace of Spades egyáltalán kiszakad a bár, 2-3 hosszas hátrányban a többiekkel szemben, ráadásul megy is kifelé, mint hogyha törne kifelé a kanyarban Ace of Spades, hát gyakorlatilag eddig nem volt kiszakad, a most már igen, esélyt veszíti a jobbra kanyarban Ace of Spades, teljesen kisodródik és visszasúszik, Zorro meret közben egyedül vezet most már Stormatic társaságában, a két ló között nagyjából félhossz lehet a különbség, a harmadik ilyen Szerencse Lovak, majd jön Merison, Lili és Like the Sea, hatan maradtak tehát küzdelemben, amikor a mezőn lassaskán eléri az ügető átjáró, tehát fél távnál járunk, és azért visszalassított jelentősen Zorro, úgyhogy erősen fogott tempóban kezdik majd meg a verseny második felét Zorro, Stormatic, mögöttük pedig Szerencse Lovak, Like the Sea, Merison és Lydia Shoren, amikor most már az utolsó 800 méteren belül a csapat, a két-három favorit, a három évesek ott vannak a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik hely környékén, vezet egyelőre Zorro, Zorro mögött mindig Stormatic, valamint bent a falon Szerencse Lovak, majd Merison és Lili, Like the Sea zárja a sort Kovács Sándorral, próbál vele a lovas belül maradni a barrier mellett, hát Lili is egyelőre csak az ilyen mezőny végén. Zorro bevezet a többieknek, most már lovagolni kell, de őrzi ezt a jó hosszas erőnyét a többiekkel szemben. Bent a falon Szerencse Lovak, mellettük pedig még mindig ott van Stormatic, Merison, a Like the Sea és Lilia sor végén. Most kezdődik az igazi verseny, jönnek kifelé az ígéretes három évesekkel. Zorro azonban még mindig vezet, némi meglepetése. Zorro, Szerencse Lovak, illetve Stormatic, Lili nem igazán tud jönni. Like the Sea viszont mintha elindulni látszana, de Stormatic az, aki elsőként felmegy a vezető Zorro mellé. Stormatic és Zorro, Zorro óriási versenyt fut. Zorro lehet, hogy meg fogja lepni a mezőnyt, Zorro, Stormatic, Lilia végén indul a Like the Sea, nem biztos, hogy ott lesz a dobogón, és három éves győzelem, de nem a favoritoktól, mert Zorro végigvezetve hazaér, Zorro, Lili, Stormatic, Like the Sea az első három.